a seprűvel szólt a telefon, mint az állat. Le kellett zárni. Olyan baszott a gépemre, hogy megkanyult. Ezt sok marhát ráengedték most vasárnapba, azok ezek most itt fogják csorgatni a nyálukat. Az biztos. Nem baj, majd belövik egy-két három nap alatt. Ja. Az a baj, hogy még nem tudják, hogy a konténerbe is kell konténert rakni. Most 1 millió ember rajta van, bazd meg, rám van feszülve, hogy basz. Ja. Egyből jönnek az instabilitási bajok. Ja. Hát ilyenkor kiadja persze. De új az OC, és neki is, hogy ennyi ember van, vagy mennyi emberre kell tervezni. Igen, már laggol a szerver, mert duplán nyitom a helyzét is. Azért mondom. Mindegy. Másoltam egyet Daenerysnek. Na, én most szállok felfele. Majd ezzel is csinálhatnának valamit, kicsit, hogy a hangárajtó gyorsabban nyíljon meg ki, mert itt őszülök meg. Ezt én a liftből szoktam kérni, és mire leérek, akkor megnyílik. Liftből van időd. Igaz? Majd úgy kell csinálni. Liftből elkéred, azt mire beülsz, addigra meg... Na akkor melyik holdra menjünk? Akkor a Magdára? Jó. Az nem van, az bal alul van, itt a van legfelül. Ja, akkor itt erre menjünk. Jó. Azt szerintem az a legjobb nézetű, azt viszont. Oké. Okay. Mit vigyünk? Mindegy, én hozok egy Raven-t, minél hamarabb odaérje. Úgyis utána ott hagyom valószínűleg, azt átszállok majd a... ezébe, Liberátorba. Hát igen, marha közel van amúgy. Emelkedek felfel, azt mondja, hogy 115. Ja, nem, az egy olyan pont. Nem, 1/1-re írja. Hol az... bazd, hogy Mr. Rock Recovery-vel. Ott vagy te? Eljöttünk már. A vitára megérkeztünk. Basza. Akkor holnap. Hát vagy de szálljak, hozzak olyan hajót, érted, menjek? Vagy inkább meghalsz, azt érted, jössz te is. Nem, hát egy gyorsabb meghalás. Ja. De várj, egy hova rak vissza egyrészt az a kérd. Hát, reméljük Lorville-be. Hova menjünk, vagy... Mi csinál? Melyikre menjünk? Ryder vagy Woodruff? Válasz egy egyet. A Woodruff-on van nap. Még egyelőre majd oda kell ugranom. Van a Ryder, azt mondták, mintha ott nem lenne semmi. Akkor a Woodruffot nézzük meg. Én csak 50 ezer méter magasan vagyok. Ja, visszarakott a szobát. Ezért lennénk ment túl Arkorpon. Berakják azt az óriási nagy bolygóvárost. Utána már a többi, hogy csak könnyebb lesz megjelíteni. Hát most van az első rendszer. Kész lesz az első rendszer. Aztán kész lesz a két szomszédos. Aztán utána a... De igazából... annak örülnék, ha az SQ 42 lenne. De igen, akkor azt jelenti, hogy legalább a hajók megvannak hozzá. Nem, az azt jelenti, hogy tudunk játszani valamivel. Ja. És meg azt jelenti, hogy az SQ 42-ből az emberek felszabadultak. És gyártatják azért az idő. Na igen. Hát azt hiszem, hogy az nálam fix szabbi nap lesz, amikor megjelen. Akkor hirtelen nekem is el kell mennem dokiozni.
Meghíratom magam. De hát két órával utána már el szoktak telefonálni, hogy... Még kis íratom magamat, meg már rám szólnak, hogy akkor holnap megyek. Hú, jól néz ki ez a hold. Világos holdat van, ahova mentetek? Aha. Na, Isten. Azért voltam, emlékeztem el, hogy ez néz ki a legjobban szerintem. Ez tök jól néz ki az. Most ugrok oda a Wood Roof-ra. Legalább az FPS is tök jó. Ja. Szalad. Egyébként most speciál pont kikapcsoltam, de... Ja, ja. 80 FPS-en van. 90. Szalad. Vannak itt lana. Van egy tárhajra. Két rádióz, meg egy valamilyen lehet. Aha. Már hátra vagy. Csak ez ugye olyan övezet, hogy lehet lőni. Jó. Támadjuk őket? Tőlem? Nagyon gonosz. Ja, akkor szőrre süljj be a felső toronyba. Na de mégsem lehet lőni, nem tudok lőni legalábbis. Na. Nem írta ki pedig. Nekem nem mindig írja ki, nem mindig írja ki, de az outpostok környékén tűz. Majd vigyázzunk fel akkor a hajóra, az elvapjál közel. Ja. Már látlak. Repültök még? Most szállunk el. Proximity alert. Csű! Jó nagy hanghatással jár. Szeretek hatásosan érkezni. Ahogy itt piszkosul lehet menni ezen a helyen. Alig van gravitáció, úgy megy a hajó majdnem, mint az űrbe. És én miért tudok lőni, srácok? Itt már nem lehet. Tehát viszont kicsit hátrább jövök. Itt már lehet. Innen simán tudnám lőni a hajótokat. Na, láttok Breaker amúgy? 900 méterre vagy a 970-nyi. Aha. Most öltöm még. Majd most. Uá, faszom. Ez jó volt. Itt úgy gyorsul a hajó, mint az állat. Belebasztam a földbe. Az MP is, ami kicsit hülyén működik. Elsötétültél? Hát semmi. Meghaltam. Na mitől? Eltűnt a hajó, vagy mi? Nem, itt a hajó. Valahol a magasba vagyok. Nem, itt a hajód. Itt áll a pálya. Én eltűntem. Hát ez érdekes. Va? Valami random. Random teleportálásra írtak. Valaki lő. Valami gyomrában voltam és elkerültem a holdon valahová, és a hajó meg elkerültem. Valaki lőlöz. Aha. Megvan. Ciklon TR, bazd meg.
Most nem tudom, hogy merre van a bázis. De azt hiszem megtaláltam. Amúgy erről írtak, hogy van valamilyen random teleportálás? Elsötétült a képernyő, ahogy leértem a létrán. Aha. És ide teleportáltam. 1,5 méterre arra. A halimat meg úgy láttam, hogy ott körül, de aztán most megint ott láttam a leszállók. Ha. Csak nem lelőjenek ezek a csárról. Megöltem őket! A MP-vel elnyomtam, felborult bazd meg a kocsijuk! Mászott kifelé, az közben szarrá lőttem a fegyverre. Ez meghalt. Két Gladius meg itt van. Láttam az MP-t. Ha, ott töltem meg. Szegény. Látok egy ilyen nagy kék gömböt, ahogy ilyen rám ne lőjé, én is közelített nem sokára. Hol vagy? Gyalogosan. Ja, be se bírom fogni. 1 kilométerre vagyok a bázisra. Hol vagytok, Magdán? Nem. Nem, Ita. A legkülső hol. Erről amúgy írtak erről a hibáról, hogy így random elteleportálsz. Jön egy másik hajó, az kicsoda. Lol, egy Aquila most húzott-e felettem, vagy valami Androméda. Lezuhant. Igen? Lol, tényleg itt van fejreállva. A béna. Nekem is elég furcsán nézett ki ezért a dolog, amikor a legelőször megérkeztem. Állják, kimegyek a izébe hatótából. Most már megint száll. Aha, feljel lefele. Hello, Koni! Hopp! Na, hogy tetszett neki? Elnyomtam rá az MP-t. Száll tovább. Ja, látom. Egy MP-n nem ütötte ki ilyen távolságban akkor. Nyomjál a flareket! Lövöm! Mindjárt megyek. Mi van veled, Koni? Fejrász! Esik le is ilyen fele. Előbb nyomtam rá egy 50%-os MP-t. Ez Aquila. Lő már! Mi van veled? Kikapcsolta aljom amúgy. Ahogy kétszer eltalált és megsebesült a hajó. Első lövése kilőtte a motoromat, hallod? És most megsebesült a hajó? Aha, meghaltam.